már is itt van a telefonnál Varjú László, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok, képviselő úr! Jó reggelt, üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat! Képviselő úr, tessék nekem megmondani, hogy Ön szerint mi a baja Önnel, az MSZP-nek, illetve személyesen Mesterházi Attilának? Hát én ezt nem tudom megítélni, én nem tudom azt, hogy pontosan mire gondolhatok Mesterházi Attila, amikor két évvel ezelőtt mi együtt dolgoztunk, akkor azt gondolom, hogy én pártszerűen képviseltem mindazt, amit akkor gondoltam. Ebben persze benne volt az is, hogy a Demokratikus Koalíció létrejöttével egyidejűleg már akkor is arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a demokratikus ellenzék összefogására van szükség ahhoz, hogy az Orbán kormány leváltható legyen. Ennek ilyen olyan eseményeit kell megszervezni, és ezt képviseltem akkor, mint például, ami most lesz szombaton a Szabadsághídon 16 órakor, amit mi szervezünk, és várunk ide mindenkit. Tehát ilyeneket képviseltem, ezért lehet, hogy már akkor is esetleg felelősségre vonhattak volna. Kaptunk egy programajánlatot szombatra, de ugye az történt a megbeszéléseken, és én tegnap az Ön elnökének a beszélgetését hallgattam az egyik hírrádióban, ahol elmondta, hogy négy embert nem akarnak látni, mégpedig azt a négy embert, az MSZP azt a négy embert nem akarja látni, aki front embere gyakorlatilag a DK-nak. Ezzel mintegy lefejeznék a pártot, sőt, mi több, hogyha lenne bármiféle megegyezés, akkor a DK a saját elveit nem is képviselhetné. Ezek után bármiféle tárgyalás még előfordulhat, elképzelhető az MSZP és Önök között? A Demokratikus Koalíció vezetői és az egész párt mindaz, amit képvisel, az egyértelmű, hogy nem személyes érdekek mentén, vagy személyes vélemények alapján szerveződik, hanem Magyarország és annak polgárainak legfontosabb érdeke, hogy ez a kormány, az Orbán kormány leváltható legyen. Na de ez bocsánat, képviselő úr, de leváltható ez úgy, hogy egyre több baloldali párt jelenik meg a választási palettán, és ezek a baloldali pártok egymással is versengve fognak majd harcolni a 2014-es választásokon. Pont Gyurcsány Ferenc mondta azt tegnap, hogy ha jó a két ellenzéki lista, ugye az Együtt PM, illetve az MSZP ugye külön listán indul, akkor ennél még jobb a három lista, vagy adott esetben a négy lista. Az összefogás az egészen biztos, hogy a baloldal támogatni akarók összefogása lesz 2014-ben, amikor szavazataikat a demokratikus ellenzék listáira és azokra a személyekre adja majd le, akiket leginkább alkalmasnak vél az Orbán kormány leváltására. Ilyen lesz akkor, amikor a demokratikus koalíciónak vezetőire, köztük Gyurcsány Ferenc támogatása meg lesz, és ebben a formában is megjelenik, és a lehetőség megnyílik a kormányváltásra. De hát szóródnak a szavazatok akkor, hogyha sok lista lesz, és sok egyéni jelölt? A matematika a lehetőségeit, vagy szabályait, a választás, és hogyha az együttműködés tovább erősödik, és azt gondolom, és én abban bízom, és ezt képviselem a következő hónapokban is, hogy igenis a pártok együttműködése az, ami a legnagyobb esélyt erre megteremti, és erre a későbbiekben is van lehetőség. A Demokratikus Koalíció vezetői mindig is hangoztatták, hogyha erre esélyt, vagy ezt az esélyt ugyanígy értékeli a Magyar Szocialista Párt vezetői, vagy az Együtt 2014 vezetői, akkor a mi ajtónk nyitva áll, mi mindig is készen voltunk, és leszünk is a tárgyalásra, hogy a saját esélyeinket tovább javítsuk. Az Önök ajtaja nyitva áll, ez egyértelmű, hiszen ezt elmondta most Ön is, és elmondta Gyurcsány Ferenc is, de a Együtt PM ajtaja az nagyon erősen le van lakatolva, mert hogy Bajnai Gordon semmiféle együttműködésre nem hajlandó, sőt semmiféle engedményre sem, akár egyéni, akár pedig listás helyek tekintetében. Egyrészt bízom abban, hogy ők maguk is folyamatosan értékelik a helyzetet, látják azt, hogy mi történik ebben az országban, és mennyi kárt okoz az Orbán kormány, és éppen ezért nekik is, nekünk közös felelősségünk az, hogy az Orbán kormány leváltásának lehetőségeit azt tovább erősítsük, és ezért, ha úgy gondolják, akkor mi viszont nyitottak vagyunk az együttműködésre. Képviselő úr, meglátjuk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre.